Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban két világnappal is foglalkozunk. Terítékre kerül a Vesevilágnapja és a Vízvilágnapja. Emellett húsvét közelettével egy kicsit kézműveskedünk is. Tartsanak velünk! Március 11-e a Vese világnapja. Ennek kapcsán beszélgetett stúdiónkban Látrányi Viktória kolléganőm Zakar Gáborral, a Dialízis Központ orvosigazgatójával. 2006 óta minden év márciusában a Vese világnapján hívják fel a figyelmet a betegekre, a betegség szövődményeire. Az idei esztendőben sem volt ez másképp, hiszen március 11-én volt a Vese világnapja. Itt az együtt vendége dr. Zakar Gábor, a Székesfehérvári Dialízis Központ orvos igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Vese világnapja valóban minden évben az március első csütörtökén szól arról, hogy milyen módon tudjuk a vesebetegségeket megelőzni, főleg megelőzni, és ez a legfontosabb, illetve hogyan tudjuk a vesebetegeink életét jobbá tenni. Ebben az évben az éljünk teljes életet a vesebetegséggel a jelszó. Egy kicsit anakronisztikus ez akkor, amikor valamennyiünk életminőségét a vírus járvány meglehetősen beszűkítette a lehetőségeinket, de természetesen ettől függetlenül annak a vesebetegnek, aki teheti, javasoljuk, hogy rossz szokásait elhagyva, mert erről szól a felhívás, ugye, hogy ne dohányozzon, figyeljen oda a vérnyomására, járjon rendszeresen gondozásra, rendszeres testmozgás a megfelelő étkezés mellett. Ugye ez jelenteni talán a teljes életet, bár ez egy eléggé relatív fogalom, hiszen ez adott esetben életkortól, vallási, kulturális beállítottságtól is függően erősen változó lehet, hogy kinek mi a teljes élet. Nyilván ennek testi és lelki összetevői is vannak. A dialízis előtt levő krónikus vesebetegeknél ezek a tanácsok, tehát hogy testmozgás, a rossz szokások elhagyása és így tovább, ez érvényes lehet. Azonban tudjuk, hogy nagyon sok olyan, főleg idős betegünk van, akiknek a multimorbid, tehát halmozottan beteg állapota nem igazán teszi lehetővé ezeknek az általános tanácsoknak a követését. Az ő esetükben inkább a életnek az elviselhetőségét kell hangsúlyozni, és bizony ehhez ők támogatást igényelnek. Hozzá kell, hogy tegyem mindennapos tapasztalat, hogy sajnos ennek szervezetformái jelen pillanatban Magyarországon még nem léteznek. Nagyon jó lenne, hogyha volna mód a krónikus vesebetegek, és ezen belül is kiemelten a rászoruló dializált betegeknek az ilyen fajta támogatására. Igen, hiszen nem mindegy, hogy milyen stádiumában van a betegségnek. Valaki azért ezt is elmondhatjuk, ugye? Igen. Tehát, ahogy említettem, a dialízis előtti időszak is több szakaszra bontható, ezen belül a 4-es, 5-ös szakasz az, ami már az úgynevezett predialízis stádiumnak felel meg, ekkor a betegek gondozásra járnak. A betegség okozta terhelés, ugye ez egy szakkifejezés, disease burden angolul, ez ilyen esetekben azzal kapcsolatos, hogy az alapbetegségnek a kezelésével kapcsolatban kell gyógyszereket szedni, kell étrendet tartani, esetleg az említett életmódi szabályokat betartani. Azonban ehhez, amint a művese kezelés vagy az otthoni hasi dialízis elindul, társul magának a dializált állapotnak a terhe, és ez főleg a hetente háromszor művese kezeléssel járó betegeknél a szállítás, az együttutazás, a társas gépkocsinak a kényelmetlenségei, és hát valljuk be őszintén mostanában annak a járványügyi problémái miatt különösen komoly probléma. Igen, hiszen most ugye ezek a betegek nem tehetik meg azt, hogy otthon maradjanak, hiszen nekik erre az életmentő kezelésre szükségük van. Mennyire veszélyeztetettek ők? Igen, ez így van, tehát a gondozott krónikus vesebetegeknek mondhatjuk, mondjuk is,
hogy maradjon otthon. Természetesen nem azt jelenti, hogy nem ellenőrizzük őket. Telefonon tartjuk a kapcsolatot velük és a házi orvossal, elemezzük a leleteiket, akit szükséges, azt szúrópróba szerűen behívunk, de meg tudjuk tenni azt, hogy azt mondjuk, hogy izolálják magukat otthon. Ugyanezt a művesen kezelt betegekkel már nem tudjuk megtenni, ők ugye az előbb említett heti háromszori szállításra kényszerülnek, és bizony ez fokozott infekciókockázattal jár. Zárójel, a peritonálisan, tehát a hasi dialízissel otthon kezelt betegek most élvezik igazán ennek a kezelési módnak az előnyeit, hiszen ők aztán nyugodtan elzárkózhatnak. Ez annyira érvényes, ez a fokozott kockázat, hogy sajnos észleljük országunkban is, hogy a dializált betegeknek a fertőzése és a sajnos a COVID eredetű halálozása is jóval gyakoribb, mint a más betegcsoportoké. Akkor ez egy kiemelt kockázati tényező, jól értelmezem? Ez egy kiemelt kockázati tényező, és hogy mennyire így van, az Európai Nefrológiai Társaság vezető folyóiratának egyik legutóbbi cikkében részletes elemzés található 17 millió világszerte elhunyt COVID beteg adatairól, ahol sajnos hatalmas piros oszloppal az első helyen szerepel a dializált betegeknek az oszlopa, akik nagyjából 3,5-szer nagyobb kockázattal rendelkeznek, mint például a hipertóniás betegek. Utánuk sajnos közvetlenül a transzplantált betegek következnek, több mint valószínű, hogy a kilökődésgátló gyógyszerek következtében, de hasonlóan igen magas kockázatúak a 4-es, 5-ös, sőt még a 3-as stádiumi krónikus vesebetegek is. Mit lehet tenni? Hát azt, amit mindenkivel, tehát oltani, vakcinálni. Itt egyetlen nagyon fontos dolog van, hogy az ő esetükben szerintem kiemelten, és nem csak szerintem, hanem a Nefrológiai Társaság vezetőségének a nevében is nyilatkozhatok, mielőbb szervezetten be kellene oltani a dializált betegeket. Erre maga a dialízis kezelés kiváló lehetőséget teremt, hiszen minden héten 3-szor megjelennek, a személyzet ott van, tehát amennyiben az oltóanyagot megkapjuk, akkor pár napon belül, egy héten belül az egész magyarországi hemodializált populáció vakcinálható. És akkor nyilván ez egy szép eredmény lenne, és abszolút, és visszatérve ugye a kiinduló témához, ez aztán valóban azt jelenti, hogy megadjuk a lehetőséget a teljes élethez, azzal, hogy biztosítjuk nekik a biztonságos mozgás és a fertőzésnek az elkerülésének a lehetőségét. Én köszönöm szépen, hogy itt volt. Egy másik világnap éppen március 22-éhez köthető. A víz világnapja kapcsán Rába Henrietta kolléganőm beszélgetett Varga Gáborral, a Gaja Környezetvédő Egyesület elnökével. A víz érték becsüld meg, ez az idei vízvilágnapjának a kulcsszava, a kulcsmondata, a jelmondata. A vízről beszélgetek vendégemmel, Varga Gáborral. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm. Hát, mint elmondtam, ugye az idei vízvilágnapjának ez a jelszava, ez a kulcsmondata, hogy a vízérték és becsüljük meg. Mennyire tudjuk megbecsülni mi és a fiataljaink a vizet? Mik az eddigi tapasztalatok? Hát igazából tudomásról veszik, hogy van, meg természetesnek veszik, hogy van, meg vesszük mindnyájan, és nem számolunk azzal, hogy ez nem lesz mindig így, vagy másképp is lehet. Magyarországon nincs egy jövőre vízkorlátozás, és valószínű, hogy a elkövetkező 10 évben ez nem is fog előfordulni. De a tendenciák az, hogy mennyi a csapadék, mennyi eső esik, ami egészen másképp van, mint korábban, a gyakoriság mindenféleképpen más, az azt jelzi előre, hogy a talajba beszivárgó víz az kevesebb. És hogyha a rétegvizek nem pótlódnak, már pedig ha kevesebb az eső, nem tudnak pótlódni, előbb-utóbb elfogy. És hogyha elfogy, akkor csak nézzünk majd, hogy Uramisten, mi történt. Magyarországon pillanatnyilag átlagosan egy ember 100-110 liter vizet fogyaszt. Ennyi az egyfelé jutó vízfogyasztás. Hajmeresztő dolog, ennek a vízmennyiségnek körülbelül a 40%-a
az a WC öblítése fordítódik. Tehát, hogyha az ember egyszer elmegy a WC-re, lehúzza, az körülbelül 8 tízlitert vizet jelent. A hagyományos technikák mellett ezt lehet most már javítani, mert vannak visszakarékos öblítőrendszerek, de ez nem terjedt el. Tehát ivóvízzel öblítjük a WC-t, és a fiziológiás vízszükséglet ennek a töredéke. 3-4 liternél többet senki nem iszik meg. Ugye általában azt mondjuk, hogy egy felnőtt embernek a napi vízszükséglete az 2-3 liter testútól függően. És még ami nagyon-nagyon nagy baj, hogy rákaptunk, és egyre nagyobb mennyiségben fogyasztjuk a palackozott ásványvizeket. És ugye itt nem csak az a baj, hogy mondjuk nem a normál vizet, hanem mondjuk az ásványvizeket fogyasztjuk, és annak a készletét fogyasztjuk, hanem ugye, ha jól tudom, akkor a magának a műanyag palacnak az előállításához nagyon sok vízre van szükség. Igen, ez bent van, ez az ásványvíznek a vízlábnyoma. Ugye, hogy nem csak az van bent, ami a palackban található, hanem az is benne van, ami az anyag elvállítására fordítódik. Ebből egy másfél literes palacnak a gyártásához körülbelül 5 liter vizet használnak el. Ennek az 5 liternek ebből 3 liter hűtővíz, ami a technológiáknak a hűtéséhez szükséges. Ugye itt szénhidrogénekből állítják elő ezt a műanyag palackot, különböző krakkolási folyamatok zajlanak le, amíg a kőolajból vagy a egyéb más szénhidrogénekből ilyen polimer lesz, rengeteg hűtővizet igényel. Maga a palack az körülbelül másfél liter víz, ami az anyagához kell. Tehát gondolj el, hogy megveszik egy liter fantát, akkor nem az liter fantát veszem igazából, hanem plusz 5 litert, vízformájába. És ezt senki nem veszi tudomásul. Sokan azért nem csak üdítőket isznak, hanem tényleg megveszik az ásványvizet, mert azt gondolják, hogy ez egy jobb minőség. Tehát, hogy biztosan másabb a minősége, mint mondjuk a fehérvári víznek. Mit tud ezzel kapcsolatban mondani? Csináltunk vizsgálatokat, vannak adatsorok. Ebből az derül ki, hogyha egymás mellé tesszük a ásványvizeket, vagy a palackozott vizeket és a fehérvári vizet, ízre semmi különbséget nem tudunk. Kóstolnám akkor itt a vizeket. Eláruljam, hogy melyik ebből nem, a... Nem, szerintem nem. Hát ha, bár azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy különbség, akkor tényleg nem lehet, mert... Nem lehet, és a legfurcsább az, köszönöm, hogy... elég szerintem. Köszönöm. Ezek széndioxidmentesek, tehát úgy választottuk ki, hogy ne legyen zavarva a széndioxid. Köszönöm. Igen. Hát, nem látok nagy különbséget, most csak kettőt kóstoltam meg, nem tudom, a másik kettőt szerintem nem is nagyon kell. Nem tudom, melyik egyébként, melyik az ásványvíz, melyik fehérvári víz. Eljutottunk-e már ahhoz a palackhoz? Akkor azt most még azt megkóstolom. Én különbséget nem érzek a kettő között egyelőre. Még megkóstoljuk ezt is. Köszönöm. Ízében semmi. Ugye műszerrel nagyon könnyen meg lehet vizsgálni a különbségeket. Ez a vezetőképességmérő műszer azt jelzi, hogy mennyi az oldott anyag a vízbe. Hát a különböző vegyületek ugye oldott formájában vannak ebben jelen, különböző elemek. Minél több az elem, az oldott anyag, annál jobban vezeti a víz az elektromos áramot. A műszer ezt a vezető képességet jelzi. Most nézzük meg, az egyeset kóstolta meg legelőször. Nem, kettős, mindegy. Ez volt az.
Igen. Akkor próbáljuk meg, hogy... Picit tök el hozzá. Műszert beledugjuk. És akkor lát itt egy számot. Igen. 051. 051. 052. Ez 052 millisiemens, ez a mértékegysége. Most akkor nézzünk egy másik vizet. És akkor ezek a számok, ezek mit mutatnak? Hogy... Ezek azt mutatják, hogy a vízben mennyi oldortion mennyiség van. 60. 60. Uh-huh. Nagyon jó. Szóval azért ezt el lehet mondani, hogy olyan nagyon nagy különbségek az ásványvíz és a csapból folyó víz között nem nagyon van. A kémiai vizsgálatokkal lehet a különbséget kimutatni. De a kémiai vizsgálatok is azt jelzi, hogy a fehérvári csapvíz, ugye, amely karszból származik, belesimul ebbe az adacsorba. Semmi kiugró. 69. Jó. Ez a fehérvári csapvíz. Tehát akkor látunk egy 50-et, ugye? Igen. Látunk egy 61-et, meg látunk egy 69-et. Sőt, az már 70-re felugrott. Most már igen, fehérvári. 70. Ugye sokan azért is óckodnak talán a csapvíztől, mert hogy egy kicsit talán klórosabbnak érzik, mint mondjuk az ásványvizet. Hát ez ellen nagyon sokat tenni nem lehet, viszont az íze szerintem ugyanolyan. A klórt bele kell tenni a vízbe, mert a hálózatban, ha áll a víz, nem mozog elég gyorsan, nem fogyasztják, és ez a fogyasztás ez nem mindig egyforma. Ha mindenki szabadságra megy és a Balatonra megy nyaralni, akkor a hálózatban nagyon sokáig pank például a víz. Nem mozog olyan sebességgel, mert nincs fogyasztás. Ilyenkor a hálózatban lévő vizet meg kell védeni a romlástól. Ha kiteszünk az asztalra egy pohárba vizet, az néhány nap múlva zavaros lesz. Nem teszünk bele semmit, csak víz van bent, de a levegőből belehull annyi baktérium, hogy bent elszaporodva, lehet látni a zavarosságot. Ugyanez zajlik a hálózatban. Ha nincs vízmozgás, nincs öblítés, a rendszert nem mosált semmi, akkor a baktériumok elszaporodnak bent. Hogy ez elkövetkezzék be, ezért egy biztonsági klórozással ezt megelőzik. Ez a klór mennyiség, ez nagyon-nagyon alacsony szint. Ez 0,1 mg per liter körül van. Ezt igazából nem lehet érezni. Amikor valamilyen ok miatt például nem mozog a víz elég jól, akkor a benne lévő anyagok a klórral hajlamosak olyan vegyületet alkotni, aminek íze meg szaga van. Ez tehát attól függ, ugye, hogy egy városban élő embereknek a viselkedését, a időbeosztását nem lehet programozni. Tehát ez egy nagyon-nagyon sok tényezői dolog, hogy mitől lesz, nem attól lesz klóros a víz, mert elrakom klórral. Azért lesz klóros a klór ízű a víz, mert olyan anyagok képződnek a klór hatására, ami tulajdonképpen tőlem függ, hogy ha állna kinyitva lenne egy csap, akkor nem lenne ilyen klór ízű a víz. Nagyon bonyolultnak tűnik ez egész, de hihetetlen egyszerűen magyarázat. Ha klórt érzek a vízben, akkor csinálhatok teát. Belefacsarhatok egy citromot. A citromban lévő aszkorbinsav a klórt azonnal redukálja. Teljesen lebomlik, nátriumklorid lesz bent, konyhasó, nagyon-nagyon kevés. Egy nagyon kevés citromsavval, aszkorbinsavval, bocsánat, C-vitaminnal, egy gramm C-vitaminnal kb. Fél köbméternyi vizet lehet teljesen kormentesíteni. És egyébként meg amellett, bocsánat, hogy közbeszóltam, csak és egyébként meg amellett, hogy a klórt hogyan lehet semlegesíteni, ezért gondoljunk inkább arra, hogy inkább viseljük el a klórt, csak hogy megmaradjon a vízkészlet nekünk és a jövőnknek, a következő generációnak, mert azért elviselhető még akkor is, hogy egy picit is érezzük. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, sajnos csak ez a néhány percünk volt, hogy megbeszéljük így a vízvilágnapját. Köszönöm. A nagyon nagy lényeg nyilván az, hogy akkor a palackos vízről próbáljunk meg áttérni a csapvízre, és ott is próbáljunk meg azért spórolni vele, hogyha jól gondolom. Így van. Köszönöm,
Köszönöm szépen, hogy a vendégünk Köszönöm. Volt. Varga Gábor, a Gaja Környezetvédő Egyesület elnöke volt a vendégünk. Az idei mottója tehát a Vízvilág napjának, hogy a vízérték becsüld meg, úgyhogy próbáljunk meg áttérni, mindenki próbáljon meg áttérni a palackozott vízről a csapvízre. Hamarosan húsvét. Az ünnepi készülődés jegyében akár magunk is elkészíthetjük az ajtóra vagy asztalra szánt díszeket. Az immár 30 éves Art Studio képzőművészeti szaküzletben minden megtalálható, ami a húsvéti készülődéshez szükséges. Jó napot kívánok! Lukácsné Deák Edith vagyok, az Art Studio képzőművészeti szaküzlet tulajdonosa. Kreatív bolt és művészellátó üzlet vagyunk. A megyében a szaküzlet szót azt nagy büszkén mi viseljük, mi használhatjuk csak, mert minden ízében szaküzlet az Art Studio. Igyekszünk ezen a húsvéti készülődési hétben egy kis napfényt becsempészni a lakásokba. Bemutatunk a sok technika közül egyet részletesen. Fogjunk is hozzá. Előkészültem egy hungarocell koszorút hoztam. Szalvéta technikával fogjuk a mai napon megdíszíteni. A legegyszerűbb munkálkodások egyik ez. A mindennapi szavaim között nagy szeretettel használom azt, hogy nem is tudják, milyen nagy örömet hoz a szalvéta technika készítés. Egy pillanat az előkészület, kiválasztom a hungarocell formát, a szalvétából kivágom a mintát, és a mintának megfelelő anyagokat fogok majd a díszítésnél a végén használni. Előkészítettem ragasztással, szalvéta ragasztóval az elejét, a hátulját pedig így hagytam, hogy együtt készíthessük tovább. Kell egy szabás minta, kell egy olló, és csak egy kicsi szabad idő hozzá. Elvágom, nem kell nagyon pontosnak lenni, hiszen most az alját, az alapot készítjük el. Itt jó lesz ez, a másik oldalra készítek még két ugyanilyen formát. Nézzük is, milyen egyszerű ezt megcsinálni. Ide teszem, illesztem pontosan, és az ecsettel szalvéta ragasztót és vizet kicsit összekeverve bevonom, és kész is leszek egy pillanat alatt. Ennyi. Van ennél egyszerűbb és gyorsabb. Mivel vizet használunk, meg kell várni a száradási időt, az a szoba hőmérsékletén múlik, néhány perc az egész. Most, hogy ha ezt itt bevonom, akkor egy nejlon alapra kell, hogy tegyem, hogy ne ragadjon az asztalhoz. Mindig kell alátét, mindig pontos, éles ollót használjunk, mindig a szalvétával, a mintával és a színekkel harmonikus mintákat válasszunk, hogy nem csak az a fontos, hogy nekünk tetszik, hanem a nézőnek. Itt most a férfiakra is gondolunk, hiszen a húsvét arról szól, hogy az édesanya a gyerekkel, az apának és a férfiaknak készítsen ajándékot. Teszek egy alapot alá, hogy ne ragadjon az egész az asztalra. Pár perc alatt meg fog száradni, addig előkészítem a többi részt. A ecsetünket érdemes most rögtön kimosni a ragasztóból, nehogy beleszáradjon, és oda készítettem a következő dolgaimat. Itt egy tojás, amit már feldíszítetten ide készítek. Hozzáteszek szalagokat, amivel a masnit fogom megcsinálni, és majd együtt ráragasztom mindet a koszorúra. Megmutatom, hogy kell nagyon egyszerűen masnit készíteni. Egy nyuszi fül és egy nyuszi fül. Ezt én a kislányomtól tanultam, amikor kislány 4 éves volt. Szerintem érdemes a gyerekeinket is megtanítani a pisztoly használatára, hogy a ragasztás könnyen menjen, és minden korosztály tudjon segíteni anyának.
Ahhoz, hogy nagyobb legyen a masni bokréta, teszek még a zöld színt látva, ilyen mohazöld selyemszalagot is hozzá. A másik módja a masni készítésnek, ha pont a közepét teszem a ragasztópötyre, teszek még egy ragasztót, ráhajtom, megint a közepébe egy ragasztót, ráhajtom, és kész! Ennyi. Nézzük csak a tojást. Díszíthetem még itt, a fönt is, vagy lent is, egy-egy masnival, vagy a filc figurák közül egy tulipánra ráragaszthatom, akkor nem gurul el az asztalon, és díszíthetem vele akár a vasárnap reggeli, húsvét reggelire készített asztalt. Most megint a ragasztópisztoly segítségét kérem. Először a közepét szoktam rögzíteni, hogy mindig pontosan álljon a minta. Utána arrébb is teszek egy kis ragasztót. Ez ilyen gyors munka. Érdemes a húsvétra lelkileg is felkészülnünk, hiszen nem csak a szépségről, a lakás díszítésről, takarításról szól, hanem a sütésfőzésről, ahol a kalács közepébe az így megdíszített hímes tojást szokás betenni, hogy lássák a fiú gyerekek, hogy anyuka milyen nagyon készül együtt a lánytestvérrel, kislányokkal, hogy milyen szép lesz minden együtt. A következő fázisa a díszítésnek, hogy az előkészített tojással feldíszítjük a koszorút. Jó sok ragasztót teszek, hogy biztosan álljon a lábán, üljön a tojás a karikán, mert ez ajtódísz lesz, stabilan kell rögzítenünk minden részletét. Kicsit tartom, hogy megkössön. Egy picit kitámasztom, amíg szárad, és teszek egy sárga szalagot a koszorúra, hogy függeszthetővé váljon. Átfűzöm a karika tetején, és a csomó, amit én most kötöttem, az így el fog tűnni hátul. Kész az ajtódísz. Ahhoz, hogy függni tudjon, nagyon jó megoldás lehet egy damil celluxszal rögzítve, mint akasztó, vagy pedig az ajtó tetejére egy gombostűt szúrni, és arról tudunk szintén damillal bármit dekorációt kifüggeszteni. Természetesen minden alapanyagot, amit itt látnak, megtalálnak az Art Studio művészellátó üzletben. Kreatívak vagyunk, hobbizunk, mindent csak olyat adunk el, amit magunk kipróbálunk, ismerünk, és jó szívvel, szívesen tudjuk kínálni önöknek. Mivel művészellátóbolt is vagyunk, ajánlom a ceruzáinkat, a festékeket, mind olyan, ami a legjobb. És természetesen igyekszünk a legjobb áron, hogy önök is olyan sikeresek legyenek, mint ezek a koszorúk a szeretetosztó lehetőségükkel. Találkozunk az Art Studio művészellátó üzletben, a Halász utca 1-ben, Székesfehérváron. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!